Tűz ütött ki ma hajnalban egy 1000 négyzetméteres üzemépület 500 négyzetméteres épület részében, Jászszent László külterületén. A kigyulladt épülethez Kiskunmajsáról, Kiskunfélegyházáról, Kistelekről és Kiskunhalasról is érkeztek hivatásos tűzoltók a helyszínre. A lángokat a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két vízsugárral, négy habosított vízsugárral és kéziszerszámok segítségével határolták körül. Az egységek egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. A tűzesetben senki nem sérült meg.